Turizmus. Óriásit fejlődött a város az elmúlt években. Kánikula. Egy hónapon belül másodszor adta ki harmadfokú hőségriasztást. Vízhiány. Rendkívüli aszály van Nyíregyházán és az egész megyében. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! A kiváló marketing tevékenység, a vendégészaka számok jelentős emelkedése és a folyamatos összehangolt turisztikai fejlesztések, ezek állnak a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Rangos elismerése mögött. Az elismeréssel új lendületet kaptak a szakemberek a jelenlegi céljuk eléréséhez is, hogy a külföldi vendégeket újra a városba csábítsák. Két frekventált helyszínen, a Kossuth téren és az állatkert előtt is egy-egy turisztikai információs központ segíti a Nyíregyházára látogatókat. Az itt dolgozó szakemberek minden fontos információt tudnak, amelyek segíthetik a turisták tartalmas időtöltését. Tájékoztatják őket az aktuális programokról, szálláshelyekről, a helyi vendéglátásról, de akár az orvosi ellátás legközelebbi helyszínéről is. Öten a nyári időszakban pedig hatan dolgoznak, de nem csak a turisták segítése a feladatuk, a város marketing tevékenységét is ők végzik. Ez díjazta most az Utazó magazin, ami egy nagyon régóta működő Magyarország egyik vezető turisztikai szakmai lapja. Minden évben díjazzák a legjobb turisztikai szolgáltatókat. Most 30 kategóriában hirdették meg a versenyt és a legjobb turisztikai szervezet díját a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Hozhatta haza. Ez egy közönségszavazás, illetve egy szakmai zsűri döntése alapján születik meg. Természetesen nagyon meglepődtünk, nagyon megörültünk ennek a díjnak, és hát büszkék is vagyunk rá. A turizmus területén kifejtett marketing tevékenységek alapján ítélték a nyíregyházi szervezetnek a díjat, akik folyamatosan jelen vannak külföldi és belföldi piacon is, illetve ezt kommunikálják is, tette hozzá az ügyvezető. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Munkatársai rendszeresen küldenek beszámolókat, hogy a helyi turizmusban éppen mi történik, így az Utazó magazinhoz és egyéb szakmai forrásokhoz is eljutatják az információkat. A megye székhely ennek köszönhetően is lehet mindig jelen az országos sajtóban is, a különböző rendezvényekkel vagy az új attrakcióival. Látják az attrakciófejlesztéseket, látják a turizmus fejlesztést, látják a marketing munkát, és én azt gondolom, hogy ebben a díjban nem csak a mi marketing tevékenységünk, hanem a városnak az elmúlt évek tudatos és folyamatos turizmus fejlesztései is benne vannak. A nyíregyházi állatpark, a sóstói fürdők, a belvárosi kulturális negyed, templomok, a szecessziós és műemlékvédelmű épületek, a látványos szökőkút, park és a virágos közterületek. Ezek mind olyan dolgok, amelyek Nyíregyházára csalogatják a turistákat. Többek között ennek is köszönhető, hogy a díjat idén a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Kaphatta. Ez egy új lendületet ad a munkához, és nyilván lelkesít és bíztat bennünket, hogy jó úton haladunk, és illetve hogy próbáljunk még többet megtenni azért azokért az eredményekért, amelyek ehhez a díjhoz vezettek. A számok igazolnak vissza, hiszen az elmúlt 10 évben Nyíregyházán több mint duplájára nőtt a vendégészakák száma, és az elmúlt évben is 20%-ot meghaladt, egy 20%-os növekedés volt tapasztalható az előző évhez képest. Ez az országos átlag fölött van, az országos átlag egy 11% volt, illetve már a tavalyi évben a belföldi vendégészakákat tekintve meghaladtuk a pandémia előtti időszakot is. A koronavírus járvány nehéz évei után az iroda jelenlegi fő feladata, hogy a külföldi vendégeket Nyíregyházára csábítsa, régieket és újakat egyaránt. Ismét itt a kánikula. Szerdától szombat éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius fokot. Arra is figyelmeztettek továbbá, hogy hétfőn az UVB sugárzás is az egész országban eléri a nagyon erős szintet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Katasztrófavédelem arra kéri az embereket, hogy a nagy melegben fokozottan ügyeljenek a folyadékbevitelre, ezen kívül 11 óra és 15 óra között lehetőség szerint húzódjanak árnyékba.
A szabadtéren dolgozók a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy hosszantartó sportolás hőgutát okozhat. Ebben az állapotban a magas testhőmérséklet károsíthatja a sejteket és a hőszabályozó központot. Megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes állapot is kialakulhat ettől. Ezt a jelenséget tipikusan fiatal felnőtteken lehet észlelni, akik a rossz közérzet ellenére tovább edzenek. Dr. Kis Csaba háziorvos arról tájékoztatta a televíziónkat, hogyan lehet elkerülni a hőgutát. A legfontosabb dolog ugyebár itt is a megelőzés. A legnagyobb hőségben, körülbelül ilyen 10 órától délután 4-ig, 5-ig célszerű minél kevesebbet tartózkodni kint a melegben, illetve főleg ugye a tűző napon, és hogyha valamiféle sporttevékenységre, vagy mondjuk kültéri fizikai munkára adnánk a fejünket, akkor lehetőleg ezt valami kora reggeli órában, vagy pedig késő délutáni kora esti órában tegyük meg. Nyilván akinek, aki mondjuk napközben ezt nem tudja elkerülni, annak célszerű rendszeresen szünetet tartani a munkába, hűvös helyre vonulni, és a megfelelő mennyiségű és minőségű védőital fogyasztására fokozottan odafigyelni. Ugye amikor már jön a szomjúságérzet, olyankor azért a szervezet már a kiszáradás határán van, vagy kezdeténél van, ezért ugye meg se várjuk azt, hogy szomjasak legyünk, hanem tudatosan figyeljünk arra oda, hogy folyamatosan ígyunk. Azért egy felnőtt ember, aki a napon nehéz fizikai munkát végez, annak a napi folyadékigénye simán lehet akár 5-6 liter is. A kánikulában futni, kerékpározni csak a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Aki mégis a biciklitúra mellett dönt a hétvégén, viseljen kalapot, sapkát, álljon meg a közterületi kutaknál, hűtse csuklóját, tarkóját, vizezze be a pólóját. Fontos, hogy sose hagyjanak gyermeket, állatot tűzőnapon parkoló autóban, ilyen időben akár 70 fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete. Ha a napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot látnak, hívják a 112-es segélyhívószámot. Ha valaki mégis napszúrás vagy hőgutó jeleit észleli magán, tegye meg az alábbiakat. Nyilvánvalóan azonnal orvoshoz kell fordulni. Ugye a hőgutának a jellemző tünetei a szédülés, a gyengeség, az elesettség, fejfájás, súlyosabb esetben ugye hányás, látászavar, eszméletvesztés. Ilyen esetben minél hamarabb orvoshoz kell fordulni, hogy megfelelő kezelésben részesítsük az illetőt. Meg hát ugye mielőtt orvoshoz megy, magát a hőártalmat kell a lehetőleg hamarabb megszüntetni, illetve csökkenteni. A tűzőnapról el kell hozni, hűvös helyre kell vinni az illetőt, folyadékot adni neki, és borogatni, hűteni a testét. A nagy melegben megnő a szénmonoxid kialakulásának a veszélye is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki. A kéménybe beszorult hideg levegő miatt a vízmelegítéskor keletkező füstgáz visszaáramolhat a lakásba, ami tragédiához is vezethet. Ahol nyílt égéstörű vízmelegítőt használnak, ott tanácsos szénmonoxid érzékelőt elhelyezni az ilyen esetek elkerülése érdekében, hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden az MTI-hez eljutatott veszélyjelzésében azt írta, a nappali felmelegedés tovább erősödik. Előrejelzésük szerint a hét második felében helyenként akár 40 fok közeli csúcshőmérsékletet is mérhetnek, többfelé még hajnalban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet. A rendőrség a ránk váró forró napok miatt összefoglalta a legfontosabb baleset megelőzési tanácsaikat. A hőség szervezetünket is megviseli, ilyenkor csökken a koncentráció képessége és a tolerancia szint, a reakció idő pedig megnyúlik. Azt írják, ezek a tényezők növelhetik a balesetek kockázatát. A vezetők nem vagy csak későn veszik észre a közúti jelzéseket, későn reagálnak a kialakult közlekedési szituációkra, esetleg veszélyhelyzetekre. A melegben a közlekedők hajlamosabbak a durvább szabályszegésekre, ingerültebb viselkedésre. Fontos, hogy mindig kipihenten induljanak útnak, tartsanak nagyobb követési távolságot. A hőség elleni védekezés egyik leghatékonyabb formája a folyamatos folyadékutánpótlás, akár rövidebb úton is mindig legyen víz az autóban. Érdemes mindent megtenni annak érdekében, hogy ne kelljen a felforrósodott autóban vezetni. A járműveket lehetőleg parkolják árnyékos helyen, kapcsolják be a klímát vagy húzzák le az ablakokat. A gyalogosokra is jellemző lehet ilyenkor a bágyadság, még inkább figyeljenek oda rájuk, különösen a gyermekekre, akiknek javában tart a vakáció.
A korábbi 20 ezer forint helyett már 40 ezer forintos állami támogatással lehet új telefont vásárolni azoknak, akik régebbi 3G-s készüléket használnak. Azért indította a médiahatóság a csereprogramot, mert a szolgáltatók fokozatosan leállítják a 3G hálózatokat, így a mobilnetezéshez komolyabb telefonok kellenek, már 4G és 5G képes eszközökre van szükség. Hétfőtől duplázta meg az NMHH a támogatás összegét, de további változás az is, hogy az új eszközök felső határát is törölték, így már nem csak 120 ezer forintos készülékekre lehet cserélni a régi mobilokat. A 40 ezer forintos támogatást 2023. március 31-ig lehet igénybe venni. A médiahatóság összesen 5 milliárd forintos keretösszeggel indította el a pályázatot, és országszerte 700 helyen várják azokat, akik szeretnék lecserélni régi telefonjukat. Akik viszont csak telefonálni vagy SMS-ezni szeretnének, ők megtarthatják a régi telefonjukat. Rendkívüli asztály van Nyíregyházán és a térségben. Július 13-án az asztályindex legmagasabb fokozatába lépett a vízhiány mértéke. A helyzetet tovább rontja, hogy újabb kánikulai napok elé nézünk, és egyelőre nem tudni, mikor fog esni az eső a megyeszékhelyen és környékén. A légköri asztály ellen nem tudunk mit tenni. Hiába a locsolás, a tápanyag utánpótlás és a nyomelemek, amelyekhez az öntözéssel juttatják az almát, félő, hogy napégette lesz a termés, mondja ez a szabolcsi gazda. Az ideális hőmérséklet 24-28 fok lenne a gyümölcs számára, illetve szükség lenne heti egyszeri esőre és a megfelelő páratartalomra is. Ha párásabb az idő, akkor a gombák azok jobban elszaporodhatnak. Ilyen száraz, meleg időben a liszhalmat veszély van esetleg, meg állati kártevők, tehát a moly veszély az igazából nagy ilyenkor. 40 hektáron 4 fajta almát termel Görömbei Vilmos, hektáronként 2500 darab fa, tehát 100 ezer fa van az ültetvényben. Másfél hónappal ezelőtt egy 10 perces jégeső volt ezen a területen, ami az egész éves termés nagymértékben befolyásolta, hiszen a jégverte gyümölcsöket csak ipari almának tudják értékesíteni, de más szempontból sem kedvez az időjárás a gazdáknak. Sajnos ez a rossz időjárás, ez a kimondottan száraz időjárás, ez minket is megvisel. Ugyan tudjuk locsolni a csepegtető öntözésre a gyümölcsöst, de nagy problémánk a légköri asszály, ami az olyan fajtákat, amelyik perzselésre hajlamos, ezekkel probléma lesz érési időszakban. Az utóbbi időszakban mindössze 8 mm eső volt a környéken. Aki nem tud öntözni, ott igazán kis termés várható az idén, azokon a területeken óriási a gyümölcshullás. Az aszály mértéke Nyíregyházán és az egész megyében folyamatosan erősödik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízhiány értékelő és előrejelző rendszere szerint már rendkívüli aszály van. Ez a 4 fokú skála a legmagasabb fokozata, ha a vízhiányt vizsgáljuk. Az agrometeorológia azt írja, a hétvégén annyira csekély mennyiségű eső esett néhány helyen északkeleten, hogy még a port sem verte el a csapadék. Az aszállyal sújtott területek kiterjedése folyamatosan növekszik, már a Dunántúl keleti és északi részén, valamint a középső ország részben is egyre több felé tapasztalható nagyfogú vagy súlyos aszály. Bár hiába érkezik a hétvégén hideg front, számottevő csapadék továbbra sem várható, tovább száradnak a talajok és fokozódik a vízhiány. Nagy István agrárminiszter közösségi oldalára feltöltött képe azt hangsúlyozza, az agrártárca minden lehetséges eszközzel támogatja az aszály helyzetben a gazdákat. Elfogadta az országgyűlés a jövő évi költségvetést. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Egy motoros és egy autó ütközött a Bethlen Gábor Vasgyármező utca kereszteződésében. A robogóval közlekedő megsérült, ellátás után kórházba szállították, hogy kimentett tilos jelzés ellenére a kereszteződésben még vizsgálja a rendőrség. Igen jelentős az anyagi kár, hiszen két a lámpánál várakozó járműnek is neki csapódott a motorkerékpár. Dohányszárító lángolt napkoron, szerda hajnalban 4:30-kor riasztották a tűzoltókat, akik több autóval érkeztek a helyszínre. A dohányszárító oltását rögtön megkezdték, az épület teljesen leégett, és a benne tárolt 3 mázsa dohány is teljesen elégett. A tűzoltók nagy erővel dolgoztak, hogy ne terjedjenek tovább a lángok, az anyagi kár több millió forint. A Bocskai utcán erős áramú kábelt fektetnek,
A munkálatok nem csak a gépjármű, hanem a gyalogos forgalmat is érintik, az arra közlekedők türelmét kérik. A futó útból nyíló futó közön egy 160 méter hosszú, szilárd burkolatú útszakaszt építenek, a munkálatok közműáthelyezéssel kezdődnek. Egy ott lakó egy üdítővel teli hűtőszekrényt rakott az utcára, hogy a hőségben dolgozók is tudják felfrissíteni magukat. A 13. havi nyugdíj, a 25 év alattiak adómentessége és az otthonteremtési programok, ezek mind maradnak 2023-ban is a kedden elfogadott jövő évi költségvetés szerint. Varga Mihály pénzügyminiszter azt hangsúlyozta, próbálják elérni, hogy a magyar gazdaság teljesítménye ne essen vissza és a rezsicsökkentés a háborús árak ellenére is maradjon. 4,1%-os gazdasági növekedés, 3,5%-os GDP arányos hiánycél, csökkenő államadóság és 5,2%-os infláció. Ezek a legfontosabb célok és számok a 2023. évi költségvetésben, amit kedden fogadott el az országgyűlés. A kormány a rezsi és a honvédelem költségvetéseként hivatkozott a jövő évi büdzsére, mivel külön pénzügyi alapokat állítottak fel ezekre a célokra. A honvédelmi pénzügyi alapba 842 milliárd forintot különítettek el, ebből mind a szárazföldi, mind a légierőt, valamint a katonai infrastruktúrát is fejlesztik majd. Több mint 1500 milliárd forinttal honvédelmi és rezsivédelmi alapokat állítunk fel, és szinte minden területnek többletforrást juttatunk. A családok támogatását 450 milliárd forinttal növeljük. Nyugellátásokra 730, oktatásra 200, az egészségügyre 100 milliárd forinttal többet tudunk fordítani majd jövőre. Az energia árak elszabadulásából fakadóan a rezsicsökkentés fenntartását szolgálni hivatott 670 milliárdos rezsivédelmi alapfedezetét az energia ágazat befizetéseiből, a bányajáradék, a légitársasági hozzájárulás, valamint a távközlési adó biztosítja. A pénzügyminisztérium közleménye így fogalmaz, a kormány legfontosabb célja, hogy Magyarország maradjon ki a háborúból, és ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát. Most a legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának a megőrzése, valamint az ország energia ellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme. Az a célunk, hogy a magyar gazdaság a romló világgazdasági környezetben is növekedni tudjon. Azon dolgozunk, hogy a rezsicsökkentést a háborús árak ellenére is megmentsük, megvédjük a 4,7 millió munkahelyet, tovább csökkentsük az államadóság és a hiány szintjét. A jövő évi költségvetés megfelelő alapot ad ehhez, a háborús válság ellenére is garantálja Magyarország biztonságos működését. Az elfogadott költségvetés alapján jövőre is marad a 13. havi nyugdíj, a 25 év alattiak adómentessége, és folytatódnak az otthonteremtési programok is. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. A kiváló marketing tevékenység, a vendégészak a számok jelentős emelkedése és a folyamatos összehangolt turisztikai fejlesztések, ezek állnak a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Rangos elismerése mögött. Az elismeréssel új lendületet kaptak a szakemberek a jelenlegi céljuk eléréséhez is, hogy a külföldi vendégeket újra a városba csábítsák. Ismét itt a kánikula. Szerdától szombat éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri vagy meghaladja 27 Celsius fokot. Arra is figyelmeztettek továbbá, hogy hétfőn az UVB sugárzás is az egész országban eléri a nagyon erős szintet. Rendkívüli asztály van Nyíregyházán és a térségben. Július 13-án az asztályindex legmagasabb fokozatába lépett a vízhiány mértéke. A helyzetet továbbá rontja, hogy újabb kánikulai napok elé nézünk, és egyelőre nem tudni, mikor fog esni az eső a megyeszékhelyen és környékén. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!